A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Kovács Zsoltné, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. A beszélgetésünknek az apropója az az, hogy elfogadta ugye a közgyűlés a költségvetést, az idei évi költségvetést, és megbeszélgetjük, hogy mi minden valósulhat meg az ön által képviselt városrészben. De még mielőtt esetleg erre rátérnénk, azelőtt megbeszélhetjük, hogy mi minden valósult meg az elmúlt esztendőkben. A 2. számú választókörzetben első ciklusát tölti, mint önkormányzati képviselő. Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban? 2019-ben, amikor megválasztottak az emberek, akkor mint képviselő kezdtem el, képviselői szemmel kezdtem el feltérképezni a körzetemet. Nagyon sok feladat volt, azt láttuk egyből a kis segítő kolléganőmmel, rengeteg munkát kell belefektetnünk a 2. körzetbe, de úgy érzem, hogy már ebben a 4 év alatt is nagyon-nagyon sok mindent elértünk, és bízom abban, hogy a lakók is így érzik. Igazából a kisebb, nem is mennék egyből bele a nagyobb beruházásainkba, hanem inkább az utak fejlesztését szeretném elmondani. Nagyon sok helyen meg tudtuk valósítani azt, amit elképzeltünk. A Manc-Rákóczi lakótelepen szinte a házak előtti járdákat teljesen fel tudtuk újítani az összekötő szakaszokkal együtt, aminek én nagyon-nagyon boldog voltam, mert ez egy elhanyagolt városrészünk volt legalábbis az én megítélésem szerint, és a Szedres lakótelepen ugyanígy van, és a Ligetsoron is be tudtuk fejezni nagyjából a járdafelújításokat. És igaz, hogy nem akkora beruházások, de most úgy érzem, a mostani költségvetésben azért nem kis beruházások, és mégis meg tudtuk valósítani, mert ez se volt biztos, hogy ezt el tudjuk érni. Nem nagy beruházások, de mégis a lakókat azért elég erőteljesen érinti, hogy merrefele hogyan tudnak közlekedni. Egyébként mi a helyzet a parkolással? Az mennyire megoldott? Mit szólnak hozzá a lakók? A parkolás az mindig egy nagyon nehéz téma. Főleg ebbe a 2. körzetben, ugye maga a terület adott. Tehát én azt nem tudom növelni, azt kell feltérképeznünk, hogy azon a helyszínen mit tudunk kialakítani, mit engedélyez az iroda, mert ugye nagyon sok jogszabálynak meg kell felelni. Viszont amit én eddig megígértem lakóknak a választás előtt, meg is tudtam valósítani. A Kígyó utcaban egy múlás parkot megépítettünk, ott 25-26 autó azért elfér, és amikor legutoljára itt voltam, akkor megemlítettem, hogy a Semmelweis lakótelepen is, ott a tüdőgondozóval szemben szeretnék egy múlás parkolót építetni, és már el is készült, és én úgy érzem, az a visszajelzés, hogy nagyon örülnek a lakók. Azért itt is egy 26-30 autó majdnem elfér ezen a részen, megvilágítottuk a parkolót, úgyhogy még maga az a tér is egy biztonságosabb, jóval szebb és hasznosabb területre, úgyhogy a játszóteret nem vettük el, hanem egy hátra toltuk a játszóteret, és egy körbekerített, nagyon kis aranyos játszóteret tudtunk létrehozni. Ha a nagyobb beruházásokat nézzük, azért volt abból is, ugye a Szegfűgyula utcai rendelőintézet megújult, nem is annyira hosszú idő alatt, szerintem elég hamar megújult. Mi a helyzet? Miért kellett azt megújítani? Ahogy most használják, mik a visszajelzések? Az orvosi rendelőről tényleg el tudom mondani, hogy ez egy fantasztikus beruházás lett. Egy 21. századi orvosi rendelőt kaptunk. Oda, aki most belép, az csak pozitívan jön ki, tényleg egy olyan korszerű orvosi rendelőt kaptunk, ami méltó ahhoz, hogy ez a várost képviselje. 22. márciusában már átadtuk műszakilag az orvosi rendelőt. Itt egy 3 szinten lett felújítva a rendelő. 7 házi orvos rendel itt az első és a földszinten és az első emeleten, és ki lett alakítva a fogorvosoknak is, 9 fogorvosnak a tetőtérben az irodájuk, az orvosi rendelőjük, és meg kellett újítani ugye a külső homlokzatot,
a egész tetőszerkezetet, ugye ebben, hogy beépítettük a tetőteret, egy külön, mivel háromszintes lett az épület, ezért egy belső liftet is kialakítottunk. Akadálymentesítés lett, úgyhogy tényleg csak-csak pozitív a visszajelzés, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ha az oktatási intézményeket nézzük, akkor igen nagy beruházáson esett át az Arany János iskola is. Mi is történt ott valójában, és mennyi idő alatt történt meg az átalakítás? Hát ugye azt látjuk, hogy az Arany János iskola az egy 100 éves épület, tehát oda nagyon-nagyon látványos most a mostani beruházásunk. Ez egy 600 milliós önkormányzati beruházás volt, amit átadtunk a Székesfehérvár tankerület központjának. Itt két ütemben valósultak meg a felújítások. Először is a nagyon látványos homlokzati felújítás történt meg, de tényleg, ha az ember elmegy, eddig észre se vettük ezt az épületet, beleszürkült a Berényi útba, és most meg a szemet oda vonza, ahogy ott elhaladunk. Hát szerintem nagyon-nagyon szép lett a homlokzat. A tetőszerkezet egész részét meg kellett újítani, és ugye a második ütembe jöttek a belső burkolatok, villanyszerelés, fűtés, most az ablakcsere, úgyhogy folyamatosan vannak a folyamatok, a beruházások, ahogy csináljuk az Arany Jánost. Az oktatási intézményeknél tartunk, akkor a Ligetcsori iskolában is történt felújítás, hogy a tornaterem az megújulhatott. A Ligetcsori iskola, ugye azt, ott is látjuk, hogy 40 éves az intézet, és ez mindig is egy sportagozatos iskola volt, rengeteg jó tanítványokkal, ugye azért büszkék lehetünk Szoboszlai Dominiktól kezdve. Még nem is akarok neveket mondani, mert akkor valakit megsértenék, úgyhogy, de tényleg egy fantasztikus tantestület van az iskolában. A tornatermet tényleg, hála Istennek, fel tudtuk újítani, teljesen megújult a padlózat, és még a nyílászárókat is ki tudták ebből az összegből cserélni, és felfestették az összes olyan pályáknak a rajzait, ami szükséges ugye a sportoláshoz. Nem beszélve arról, hogy azért itt is 400 gyerek jár, és akkor az ünnepségeket itt meg tudják normális körülmények között szervezni. Sőt, ami nagyon fontos, az önkormányzat támogatásával mai napig tart az ingyenes torna, tehát mehetnek oda a résztvevők, úgyhogy mi mindig annak nagyon örülünk, hogyha a sportolásra tudjuk fordítani az összegeket. A nevelési intézmények terén is lett egy kis változás, hogy az Ibli óvoda az hát más funkciót fog kapni, tehát hogy nem szűnik mind a nevelési intézmény, de mások költöznek oda. Mi történik ezzel az épülettel? Igen, nem szűnik meg, és ebbe az évben az odajáró gyerekek ott is maradhatnak, és augusztusban fogjuk átadni teljesen az óvodát az autista gyerekek számára. Eddig 4 csoport volt az óvodán belül, ez körülbelül a 40 kisgyereket érintett. Nagyon sokan átmentek a Ligetcsori óviba, szinte több, mint a fele, tehát az óvónőkkel együtt, és a többi kisgyermek meg a szülők döntötték el, hogy hova szeretnék, melyik óvodába, de nem volt ebből probléma. Ugye a múltkor, nem olyan régen, amikor itt volt és beszélgettünk, akkor szó esett arról, hogy az Icsi-ligetet egy kicsit jobban bevonni a belváros életébe. Én úgy látom, hogy egyébként ez most már azért kezd megvalósulni. Az Icsi-ligetnél sok minden kezd megvalósulni, de azért még amit én elterveztem, attól még nagyon messze vagyunk. Nekem nagyon fájó pont a ligeteknek, hogy még jobban szebbé varázsoljuk. Ez a Rózsa-liget, az Icsi-liget, tehát minden olyan, ami az én körzetemben van. De ugye azt sajnos meg kell érteni, hogy volt egy Covidunk, most sajnos a szomszédban van a háború, és ez a költségvetésnek ugye nem tett jót, azért nekünk tartalékolni kell egy olyan összegeket, amit ugye egy önkormányzat felelősen tud ilyenkor gondolkodni, tehát ezt nekünk, nekem ezt be kellett látni, és persze természetesen is fogadtam, mind a két ligetről vannak terveink. Viszont egy jó hírt azért tudok mondani, hogy a Rózsa-ligetben, azon kívül, hogy cserélem folyamatosan a padokat, mert azért mégis a régieket próbáljuk eltüntetni, és mi az újakat oda tenni, az ivóvíztől a Szedres lakótelepre vezető hídig, most nem sokára, nagyon remélem, hogy a nyár folyamán meg is fog valósulni, le lesz térkövezve az a rész, úgyhogy most már, hogyha esik az eső, akkor az emberek tényleg normális körülmények között
át tudnak menni a Szedres-Ligetsori részre. Nagyon nagy az átmenő forgalom, azt láttam, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem volna, és ezt most meg is tudjuk valósítani. Akkor már egy kicsi rész, ami azért meg tud valósulni. Úgy érzem, hogy mindig egy picit tudunk most, tehát nem egyszerre látványos dolgokat tudunk létrehozni, de mindig egy picit, és szerintem annak a picinek is szerintem azért nagyon örül mindenki. Igen, mert ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a költségvetés után vagyunk, és hogy mi minden tud megvalósulni, de akkor végül is nagyjából elmondta a választ, hogy most a pandémia és a háború miatt olyan sok minden nagy léptékű dolog nem tud megvalósulni. Mi képviselők annak örülünk most, amilyen helyzetben van a város, szerintem elég sok mindent így is meg tudunk valósítani. Sokkal többet, persze sokkal többet szerettünk volna, szárnyaltunk, gondolkodtunk, hogy mit lehet, de be kell látni, hogy ezt nem lehetett egyelőre megvalósítani, mert a következő ciklusban, ha esetleg ott tartanék. Milyen a kapcsolat egyébként a lakókkal? Milyen kérésekkel keresik meg általában? Hol találják meg? Én az a képviselő vagyok, aki a közvetlen személyes kapcsolat híve vagyok. Én tényleg úgy érzem, hogy ha engem felhívnak telefonon, nagyon-nagyon ritka, ha nem veszem fel, tényleg akkor vagy értekezleten vagyunk, vagy bármi olyan, ami elfoglaltság miatt nem tudom felvenni, de olyan nem volt, akit nem hívtam volna vissza. Ezek a személyes találkozások nekem nagyon sokat számítanak. Voltak olyanok is, akik felháborodva hívtak fel bármi oknál fogva. Oda mentem, átbeszéltük, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetés után úgy jöttünk el, hogy tényleg át tudtuk beszélni a dolgokat. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és én ezt vallom. A személyes találkozásnál nincs jobb. Milyen megoldásra váró problémákat lát még a területén, amik mondjuk így... még tényleg megoldásra várnak, tehát szeretnék, hogy... Hát ugye a járdákat azt nem tudtuk még mindenhol megvalósítani, nagyon sok helyen, viszont még sok helyen vagyunk elmaradásban. Azt folyamatosan elterveztük, hogy hol szeretnénk, és lépcsőzetesen fogjuk megcsinálni a felújításokat. Sok helyen van az tényleg a belvárosi résznél is, az Ősz utcában lehet, hogy azt most például meg tudom csinálni, de ott se a teljes Ősz utcai részt. Úgyhogy ezekben az játszóterek kialakítása, tehát az is nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeket is célirányosan megpróbáljuk kielégíteni a kívánságaikat. Igazából most tényleg ilyen kis léptékbe gondolkodunk. De ami nagy lépték, az ugye a Móri útnak a felújítása, ami azért az önkörzetét is jelentősen érinti így a közlekedésben. Vannak visszajelzések így a lakóktól? Volt visszajelzésünk. A körforgalomnál, ugye az Icsi mögötti négy emeletesnél, ott volt, hogy egy-két lakó félt, hogy nem úgy van az aszfaltozás, mint előtte, de ott is megint egy személyes találkozás után odavittünk egy műszaki szakembert, és teljesen megnyugtatta a lakókat, úgyhogy tökéletesen megújult ott is a járda, az úttest, úgyhogy igazából ennyi beérinti az én körzetemet. Meg ugye a körforgalom, ami most egy kicsit ideillenes, de hogy és ott tényleg nagyon építenek, de szerintem azért annyira nem tartja fönn talán a forgalmat. Nem, szerintem nem. Minden egyes körforgalomnak mi nagyon örülünk, mert felgyorsítja a forgalmat, legalábbis ez a tapasztalatunk. Ugye megújult nem olyan régen a Mátyás Király körútnak az a része is, ami itt az Icsi-liget környéke. Ott is, hát szerintem elég jól megoldották egyébként ott a terelésekkel ezzel kapcsolatban. Mik voltak a visszajelzések? Mondtak-e valamit? Nagyon pozitív visszajelzések voltak a felújítás alatt. Szerintem nagyon szép lett ez a járdaszakasz is. Ott páran az elején féltek attól, hogy vannak ősfák, és hogy mi azokhoz hozzá fogunk nyúlni, és ki fogjuk vágni. De tényleg egyetlen egy fa lett kivágva, de az is azért, mert beteg volt, és akkor a úszforgalmat nem tudtuk volna olyan úgy elhelyezni, és helyette természetesen egyből ültetett a városgondnokság több fát, tehát még az is megoldásra került, és az a gyönyörű nagy platánfa, hát az semmiképp se gondolkodtunk abba, hogy az ki lesz vágva, úgyhogy ezt nagyon jól megoldották a szakemberek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt itt erre a néhány perces beszélgetés. Egy kicsit ráláthattunk a 2. számú választókörzetre, az ön területére, hogy mi minden valósult meg az elmúlt időszakban, és mi lehetséges még. Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Kovács Zsoltné, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.